vagy van olyan, ahova be tudjuk önteni. Ez a kisfiú egész évben gyűjtött persejpénzét hozta el arra a bonyhádi jótékonysági sütivására, ahol hosszú levente 700 millió forintos génterápiás kezelésére adakoztak a megjelentek. A Bonyhádon óvónőként dolgozó szervező először Facebookra írta ki gyűjtési ötletét. Nem sokkal később rengeteg jóérzésű ember jelentkezett, hogy süt a vására és segíti a kisfiút, hogy a most még hiányzó több mint 400 millió forint is összegyűjjön. Kiírtam a Facebookra, először barátok jelentkeztek, hogy szívesen sütnének, és mikor úgy láttuk, hogy elég sokan vannak már, és egy időpontot is választottuk, akkor az önkormányzat segítségét kértem ebbe. Beadtam egy hivatalos kérvényt a tér használatára, és polgármester asszony biztosított róla, hogy minden segítséget megadnak ehhez. A teret is megkaptuk, illetve a pavilonokat. Házi, glükóz és laktózmentes süteményeket is vásárolhattak az adakozó személyek, és a felajánlott pénzösszegeket az asztaloknál található becsületkasszába helyezték. Nagy az érdek. A kakaós kalács, a fahéjas kalács, a muffin már elfogyott, és az utolsó kovászos kenyerünk, a Levinek ajánljuk, licit alá vettük, 10 000 forintért viszik eddig el a kenyeret, szerencsére a többit már mind elvitték, úgyhogy hajrá Levi! Végül 20 000 forintért talált gazdára a licit alá vett kenyér. Az árusok is mind helyi lakosok voltak, ahogyan ez a kislány is, aki ugyancsak házi finomságokat árult. Perecet, kevert sütit és muffint. És miért volt fontos, hogy ezeket ma itt árult? Hogy segítsessek Leventének a gyógyulásban. Végül közel 1,5 millió forint gyűlt össze Bonyhádon, amit tanúk jelenlétében a család alapítványi számlájára utaltak. A nagybeteg Levi családja versenyt fut az idővel. Jövő csütörtökig van ugyanis idejük arra, hogy összegyűjjön a hiányzó több mint 400 millió forint. A génterápiát legkésőbb a kisfiú 2 éves koráig el kell kezdeni.